Nehézségekkel teli évekből nem volt hiány az elmúlt 120 évben, így fogalmazott Lombár Gábor a Tomoly katamarán fedélzetén szervezett ünnepségen. A Balatoni Szövetség elnöke hozzátette, ma már azonban számos sikeres, a Balaton életét meghatározó projektről tud beszámolni. Év Balatoni háza ez 7. esztendőben kerül most kiírásra, és 21 esztendős a kék hullámzászló, illetve ugyanennyi tulajdonképpen a Balatoni borok versenye, aminek az igazi ereje az, hogy talán az egyedüli regionális borverseny, ami nem sok van, tehát nincs az országban még egy ilyen, és a legjobb nekünk, akik ezt gondozzuk meg, valami közünk volt hozzá, hogy egyre inkább rang lesz ezeken részt venni, és egyre többen vesznek rajta részt, és egyre többen tartják fontosnak, hogy ezeken a versenyeken részt vegyenek, és szerepeltessék azt a saját termékeiket, illetve a saját fürdőhelyeiket. A Balatoni Szövetség munkáját több turizmussal foglalkozó szervezet is segíti, ilyen például a Balatoni Turizmus Szövetség. Évek óta szorosan együttműködünk a Balatoni Szövetséggel, a balatoni strandok minősítésében dolgozunk együtt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés volt, főleg azelőtt, mielőtt a Magyar Turisztikai Minősítés Tanúsító Testület létrejött, és egy országos strand minősítést kidolgozott. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy egy olyan egységes minőségbiztosítási rendszer alakuljon ki a balatoni strandok tekintetében, amelyre építkezve folyamatos fejlesztések valósultak meg, és a vendégek egyre elégedettebbek lehettek. Emellett a Balaton Bora esemény kapcsán is együtt szoktunk működni. A Balaton körüli települések közül 85 csatlakozott a Balatoni Szövetséghez. Gyenes Díjással már közel 40 éve ápolnak jó kapcsolatot. Kezdetektől a rendszerváltás óta tagjai vagyunk, és bizony nagyon sokban segíti a szövetség a munkánkat, hiszen tagként a kék hullámzászló minősítés vonatkozásában egyéb Balaton vízvédelem, vízgyűjtő területvédelme tekintetében tett lobby intézkedések révén azt gondolom nagyon szoros együttműködést tartanak fenn az önkormányzatok, és azt gondolom, hogy ebben a Balaton vízminőség a legfontosabb az, hogy balatoniságunkat meg tudjuk őrizni. A Tomoly fedélzetén mutatták be a Balatoni Szövetség elmúlt 120 éve alatt született újságcikkekből összeállított kötetet. A könyvbe 120 cikk részlet került, amelyek a szövetség egy-egy fontos momentumát örökítették meg.